akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényem. Egy időben, valamikor évekkel ezelőtt, de már jóval a megtérésem után, Isten elkezdett visszavezetni engem a Biblia legelejére. Olyan dolgokhoz, amiket információ szinten már régóta tudtam. Tudtam, hogy Isten teremtette az eget és a földet, és hat nap alatt és hetedik napon megnyugodott, és minden szépen elkezdődött. És persze az állatokat, meg hát az embert is, a teremtés koronáját tudjuk Isten képmására, tehát azért nem úgy nézünk ki, mint a békák, vagy a kígyók, vagy akármi. Én eddig jutottam el akkoriban. És amikor Isten elkezdett visszavezetni a Biblia elejére, tudjátok, beszéltem annak idején Káin és Ábel történetéről, hogy új dolgokat mutatott meg az Úr ezzel kapcsolatban, de aztán még visszább, ugye ezt csak egyet-kettőt kellett visszalapozni oda a legelejére, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Azért lettünk megalkotva, és úgy lettünk megalkotva, hogy Isten megmutathassa önmagát hogy Isten bemutatkozhasson. Tudom, Jézus, az Isten fia, a Logosz, a kezdetben volt az ige, és Isten volt az ige. Igen, minden ő által lett, és ő az Atya Isten képmása. De tudjuk, hogy minket is Isten képmására teremtett Isten. Természetesen tudjuk, hogy bűnbe esett az ember, és helyreállításra volt szükség, és ez a helyreállítás egy akkora nagy helyreállítás volt, hogy nem csak Toldozgatással, a restaurálással, hanem egy új teremtéssel. De ez az új teremtés is arról szólt, hogy Jézus Krisztus, aki az Isten képmása, itt él bennünk, és mi átváltozunk folyamatosan dicsőségről dicsőségre az ő képmására. Tehát alfa és omega, kezdet és a vég, Jézus maga, és számunkra is a folyamat kezdet és a vége az, hogy te olyannak vagy teremtve, mint Isten. És amikor a szentségről beszélünk, mert ma a szentségről szeretnék beszélni, egy kicsit kondenzált változatban, amikor a szentségről beszélünk, én szeretném, hogyha nem úgy gondolkodnánk erről, hogy a szentség az valami léc, amit meg kell ugrani. Ja, közé. Miért itt taposan? Nem azt, szeretném, hogyha nem úgy gondolnánk, gondolkodnánk a szentségről, mint valami elvárás, valami teljesítmény, amivel elég jónak kell tűnni, felpumpálni magunkat Isten előtt, hogy Isten azt mondja, hogy mm, oké, okay, elég szent vagy. Nem, hanem azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. És nem azt mondja, hogy próbáljatok annyira szenté válni a kis férek hernyó állapototokból, amennyire én szent vagyok, hát megugorhatatlan. Hanem azt mondja, hogy Azért legyetek szentek, mert tudjatok róla, hogy én, aki a saját képmásomra teremtettelek titeket, én magam is szent vagyok. Vagyis tudnod kell róla, hogy Istennek az arc lenyomata ott van benned, már eredetileg is ott volt minden egyes emberi lényben, oké, okay, bűnbeesés, torzulás, egyre csúnyább lett az emberek arca szellemileg is, és helyreállítás, és Jézus Krisztusban újjászületés, és új teremtés, és újra Isten képmása. De még vannak dolgok, amiket le kell vetkőznünk. Tudom, most nagyon gyors léptekkel haladok, szerettem volna bővebben kifejteni, de hát az úrban bízok, nem a saját elmémben, nem a saját értelmemre támaszkodom. Úgyhogy lehet, hogy kicsit gyorsnak tűnnek ezek a lépések, amiket így elmondok. Noha mindannyiunk által ismert dolgokról van szó. És ahogy folyik ez a helyreállítás, és dicsőségről dicsőségre változunk át, és megújulunk a mi értelmünk szellemében, mindazok a dolgok, amik még leplezik, takarják azt a tökéletes isteni természetet, ami a benned élő Jézus Krisztus által ott van, azokat lesöpörjük, letakar, letakarítjuk magunkról. És ugye János Apostol azzal biztat bennünket, most a jegyzetem végére lapozok, jó? Nem most fogom befejezni, de valahol itt van a végén a mondani valóim között. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De gondold el, Isten gyermeke vagy már, ez egy fantasztikus dolog, nem egy sima, bocsánat, egy nem egy sima ember, hanem már egy új teremtés. És hogy még mivé leszünk, fú, azt még nem is igazán tudjuk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonló leszünk ő hozzá, már fizikálisan is, ugye szellemi testet fogunk kapni, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan, ez a reménység ő iránta, ma már többször elhangzott ez az az elején a dicséret próba alatt is, meg Zsolt is mondta, és akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Hogyha a szíveddel is olvasod ezt az igét, akkor látod, hogy itt nem csak azt mondja nekünk Isten, hogy tehát van egy kötelességed, tisztítsad, tisztítsad, tisztítsad magadat. Nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy van egy fantasztikus várakozás, reménység bennünk, és azt mondja, hogy figyeljetek, akiben ott van ez, annak egy automatikus tulajdonsága az, hogy tisztítja, tisztítja, tisztítja magát. Értitek? Tehát a Szentírás nem azért lett adva számunkra, hogy még az Ószövetség nem tudom hány száz törvényéhez még néhány kis parancsolat és törvény adassék nekünk az Új Szövetségben, hogy igazán tökéletesé váljunk ezáltal, hogy még magasabbra toljuk a lecet, na most lesztek aztán jó fiúk. Nem. Hanem van előttünk egy élő reménység, van előttünk egy élő Jézus Krisztus, aki már bennünk is ott él, és már várjuk, hogy a szemünkkel is meglássuk őt. És képzeld el, amikor a szemeddel is meglátod őt, akkor maga a látvány olyan hatással lesz rád, hogy a sejtjeid átváltoznak természet fölötti sejtekké. Azt mondja a Szentírás, hogy szellemi testet kapunk. És ez a vágyakozásunk, ez a várakozásunk, ez a reménységünk, nem tudjuk mikor, de uram, bármikor megtörténhetne. És akiben ez a reménység megvan, az tisztítja, tisztítja, tisztítja magát. Amikor azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az úrati istenetek szent vagyok, akkor erre gondol. Nem azt mondja, hogy olyan szentek próbáljatok lenni nap, mint nap. Nem, hanem legyetek, mert vagyok. Legyetek, mert vagyok. És ez a vagyok nem csak ott fent a mennyben, hanem itt, itt bent, benned is. Ott van a vagyok, ott van benned a szent. Nem neked kell kitornázni magadból a szentséget. Nem neked kell előállítani, mint egy boszorkány konyhán. Nem neked kell kitalálni a receptjét. Nem neked kell összeolvasni, mint hogyha a Biblia egy ilyen receptkönyv lenne, hogy akkor rakjuk hozzá ezt, rakjuk hozzá, öntjük össze, próbáljuk ki, kísérlet, bum, felrobbant a kémikusnak a laborja. Hát ez nem sikerült, na próbáljuk meg még egyszer. Tehát nem ilyen. A szentség, maga Isten személye által benned van. De azt, hogy szentek legyetek, az azt jelenti, hogy akkor engedjétek előtérbe jönni azt az orcát, azt az ábrázatot, ami már bennetek él, azt a tökéletes szentet. Igen, legyetek, legyetek szentek. De nem magadnak kell előállítani ezt. Tudom, a mai időkben egyre nagyobb konfliktus szokott lenni, a kegyelem tanítás és az ezzel szemben szembe helyezkedő álláspontokkal kapcsolatban. És Isten őriz, hogy bármiféle álláspontot foglaljak el, Isten őriz, hogy bármiféle irányzatnak a képviselője legyek. Szerintem jobban jár mindenki, minden egyes keresztény, hogyha legyint egyet és lemond arról, hogy bármelyik irányzatnak a képviselője legyen. Soha nem vezet jóra, még akkor se, hogyha éppen a lehető legjobbat találod meg, az eddigiekhez képest. Hogyha te azt mondod, hogy én lecölöpölök itt ennél az irányzatnál, nem tudod, hogy mennyi idő múlva fog az a cölöp téged a talajba. Pedig jó volt a cölöp, mert segített kimászni mocsárból, mondjuk a törvényeskedés mocsarából. Nem mondjuk, hanem konkrétan tudjuk jól, hogy a kegyelem tanítás, az nem azért született, hogy valami, valaki így gonoszul dörzsögette a tenyerét, hogy jó, bevisszük a pokolba az embereket, mert azt mondjuk, hogy nyugodtan védkezzetek. Nem, én tudom, hogy nem. Én meghallgattam ezeket a tanítókat. Akár a magyarországiakat, akár a külföldieket. Ezek nem erről szólnak. Vannak visszaélések, vannak akik bután csinálják ezt. Valóban, be kell ismerni. De nem arra született a kegyelemtanítás, ma nem a kegyelemtanításról szeretnék beszélni, csak muszáj kitérni erre, hogyha teljes képet akarunk látni. A kegyelemtanítás a felszabadítás céljából született. Egy másik végletből való kiszabadítás céljából. Csak éppen maga ez a kiszabadítás, ez nem a végcél. Nem az a végcél, hogy csak erre koncentráljunk, de a kegyelmet sem szabad elfelejteni. És akkor ilyenkor szokott jönni a vita, hogy na és mi van az úr törvényével? Boldog ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. És az ő törvényében gyönyörködik, azon gondolkodik, éjjel és nappal. Hát akkor hogy van ez? Hát pontosan úgy van ez, hogy az Úr törvénye nem azért adatott nekünk, hogy egy ijesztő nagy mérce legyen előttünk, hanem ahogy az új szövetségre megígérte Isten, hogy törvényemet a szívükbe írom. Hogy amit Dávid, aki írta ezt az első zsoltárt, már megkóstolt, azt mi ismerjük természetszerűen, minnyáján, akik hiszünk Jézus Krisztusban újjászületve, egyszerűen automatikusan méghozzá hús szívet kaptunk rögtön első indításra, és erre a hús szívre beletírva Istennek a törvénye. Meg van írva. Ez az új szövetség egyik ígérete és lényege. Nem azért, hogy Isten előre jól ellent mondjon a kegyelem tanításnak az ő, bocsánat, az ő kegyelem tanításának. Istenben nincsen ilyen ellentmondás. Istenben nincsen világosság és sötétség váltakozása, hogy van a sötét oldal, a szigorú törvény, meg a világos oldal, a kegyelem nem, hanem Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. De éppen ezért nem kell elvetni semmit, ami Istentől jön, ami Istentől származik. A törvényből is ki kell szűrni azt. Ugye a törvény, mint szövetség már nem vonatkozik ránk, de Istennek vannak a törvényei, amelyek megmaradtak. Az örök törvényei, az ő örök igazságai. Jézus biztos, hogy ő volt az, a földi, ugye emberként jelent meg, és... És ő volt az, aki a legtökéletesebben tudta reprezentálni azt, hogy milyen az, amikor az Úr törvényében gyönyörködik valaki. És nem csupán egy ilyen félelmetes elvárásként helyezi maga elé. Ő gyönyörködött az úr törvényébe, és amikor arról beszélt, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, akkor felsorolt néhány ilyen jól ismert instrukciót. Ezek a jól ismert instrukciók ószövetségi utalásokat foglaltak össze, de ilyen nagyon rövid, lerövidített, egyébként az akkori időben rabbinikus tanítások által rövid, egymondatos összefoglalásokban. Ezek között volt az, hogy ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Természetesen ezt össze lehetett rakni a Szentírásból. De ilyen egymondatos megfogalmazásként a többivel együtt ilyen rabbinikus rövid megfogalmazások voltak. És ugye ne paráznák, hogy ne törj házasságot, és így tovább ezt Jézus továbbvitte, hogy már aki úgy tekint rá. Ezek mind az ószövetségre vezethetők vissza. De a lista végén van egy utolsó amelyet semmilyen bibliafordításnak a citálásában nem fogsz tudni visszavezetni, hogy hol hangzik el szó szerint ez az Ószövetségben, és ez pedig az, hogy hallottátok, hogy megmondatott, egyébként mindig így vezette be Jézus, nem az, hogy megvan írva, hanem azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott, tehát a rabbik így tanítják nektek, hogy szeressed fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy hú, hát tényleg, tényleg az Ószövetségben ez volt az embereknek a dolga, hogy szeressék a felebarátjukat és gyűlöljék ellenségüket. Ilyen igét a Bibliában nem találsz. Amikor Jézus ezt mondta, nem úgy volt, hogy egy kicsit elfeledkezett róla, és nem, szó, nem emlékezett pontosan a Szentírásra. Ő nem a Szentírást idézte, nem mózes idézte, nem Isten törvénye az, hogy gyűlöld ellenségedet, egy rabbinikus tanítást idézett. És azt mondta, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiket, ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek, akik üldöznek. Hát főleg azokat, akik csak egy kicsit másképp viselkednek, mint te vagy, ahogy elvárnád, hogy viselkedjenek akár itt, akár bárhol. Csak szeressed, csak ágyad. Úgyhogy ilyen az, amikor valaki gyönyörködik az Úr törvényében, és nem nyeli be, mint kacsa a nokedlit, az összes ilyen mércének állított szentség törvényeket. Mert az alatt csak sinlődnek, senyvednek az emberek. Tehát nem az Isten összes törvényét kell kidobni, hanem ezt a hamis, kocka szemléletet kell kidobni. És gyönyörködni kell helyette az Úr törvényében. Miért? Azért, mert magát az Urat szereted. Magában az Úrban gyönyörködsz. Azért tudsz az Úr törvényében gyönyörködni. De hogyha nem bírod elhinni, hogy az Úr egy szeretett kapcsolatban közel enged magához állandóan, akkor még a törvényébe se tudsz gyönyörködni, hanem a törvényét ilyen kockáknak látod, meg megugorni való leszeknek, egy száz méteres síkfutás, át kell ugrani ezeket az akadályokat, aztán ki tudja, hogy hányat borítok fel. Gátfutás. De Isten nem. Tíz gát, ugye? Ugord át mind a tizet. Tehát nem ez. Amikor azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor már előre vetíti, ugye ez már egy szövetségben elhangzott dolog, előrevetíti, hogy ez azért lesz így lehetséges, mert bennetek fogok élni. Szintén ószövetségi, milliónyi ószövetségi ígéret, hogy lakozom bennük, közöttük járok. Lapozgatok itt a lapjaim között, és ami fontos, még el szeretném mondani nektek, amennyiben van rá időm. Tessék? Félig, félig mondjam el. Hogy fél egy. Jó. Jó. Oké, köszönöm. Egyébként a mai prédikációnak a címe az, hogy a szenvedélyes szentség. Hald Izrael, az Úr a te Istened egy. Szeressed azért az Urat a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből. Teljes elméddel és minden erőddel. Őszintén, ha nem tudod szenvedélyesen szeretni az Urat, szerinted menni fog teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elméddel, minden erőddel. És sokan még mindig a mai napig azt hiszik, hogy hát igen, ez az Istennek a legnagyobb elvárása az emberiség felé. Nem, hanem ez a parancs vetíti előre, hogy higgyétek el, Gyerekek, ez lesz az egyetlen módja, ahogyan normálisan fogunk tudni kapcsolódni egymással. Mert az Isten szeretet. És te, te pedig az ő képmása vagy. És hogyha ő felé úgy akarsz viszonyulni, ahogyan az a legjobban passzol hozzá, hát hidd el, csak a szívedből jövő és az egész lényedet átjáró szeretettel fog működni. Ezt nevezzük szenvedélynek, szenvedélyes szeretetnek. Szenvedélyes szeretet nélkül csak egy hatalmas elvárásnak látod. El tudod képzelni a vőlegény tudom menni a mennyasszonyához, könyörögni, hogy légy szíves, szeressél? Majd úgy ezt szeretni fogsz, amikor majd összeházasodunk. Most már tudod, most már én leszek a férjed, úgyhogy most már megparancsolhatom neked, szeress engem, jó? Mostantól fogva, mindörökké, ámen! Szerintetek ez így működik Isten részéről, mert hogy a szerelmet tőle kopisztuk. Tőle másoltuk, tőle puskáztuk a szerelmet. Nem mi találtuk föl? Ez az Isten találmánya. A tűznek lángjai, a buzgószerelm lángjai. Honnan gondolnánk, hogy ezt mi találtuk föl? Az Úrnak a lángjai. Szóval egyút van a szenvedélyes szeretet, és éppen ezért a szentségre egyút van a szenvedélyes szentség. Nekem a hívő életem azzal az elhatározással kezdődött, hogy amit hirdettek nekem az evangéliumból, hogy Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, higgyétek el, úgy is elveszti. Úgyhogy aki elveszti, én értem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. És nekem ez egy örömhír volt. Nekem nem egy léc volt, amit meg kell ugrani. Nekem ez egy öröm hír volt, hogy tök jó, hogy van értelme az életemnek. Mert addig úgy voltam vele, hogy egyébként nincs. És nekem így kezdődött a hívő életem ezzel az elhatározással, és erre is kezdtem építeni. És így kezdtem a személyes szinten, meg a gyülekezeti szolgálatokban, és aztán az odaszállásomat, a részvételemet. És tudom, hogy enélkül rengeteg csodálatos dologból kimaradtam volna. És nagyon szerettem keresni az urat otthon, gyülekezetben a jelenlétét élvezni, hogy keressem az ő tökéletes akaratát. Amikor volt az az idő, említettem nektek, hogy egyszer, hogy kerestem az urat, és szerettem volna megérteni egy igét, akkor beszélt nekem a megtört szívről. Azt mondta, hogy a megtört szív az nem szab határt neki, hogy ezért jó, ezért tud közel lenni a megtört szívhez. Ezt most nem mondom el újra, ezt a sztorit abban az időben ez, ez, nekem egy örömöt jelentett. Nem azt mondta, hogy ú, megtörtként kell élni, hanem halleluja, közel van az Úr a megtört szívekhez. És mindenemmel Istennek akartam tetszeni, és, és az volt az előzménye, hogy megismertem Jézust, mint a valóságot, mint az életem értelmét, aki betöltött. És ez egy örök hálát indított el bennem. És akkoriban, amikor jött ezek a kijelentések a megtört szívről, akkor tényleg úgy volt emel, hogy Uram, légy az Úr az életem minden területén, a lelkem minden pontján, minden kis gondolatomban, minden kis reflexemben. Pintér Bélának van egy nagyon régi dala, ismeritek, hogy minden szó, minden dal, minden gondolatom. Annak idején, abban a gyülekezetben, ahová annak idején jártam, nagyon sokszor énekeltük ezt a dalt. És... És tényleg azonosulni akartam az úrral teljesen. Hiszen ő a legcsodálatosabb, hát akkor csak ő éljen bennem, nem? Ez higgyétek el, ennyire egyszerű. Tudom, hogy elhiszitek, ez csak ilyen szófordulat, amikor így mondom. És a hétköznapok úgy teltek, hogy amikor jártam az utcán, és láttam azokat a plakátokat, amiket nem kéne látni, mert undorító dolgok vannak rajta, akkor örömmel fordítottam el a szememet. És amikor később, amikor a családommal tévét néztünk, ha, amikor éppen tévét néztünk, nem éjjel nappal, tévét néztünk, akkor nagyon hamar kialakult az a szokás, hogyha egy film közben reklám van, már nyújtunk a távkapcsolóért, és kapcsoltuk el, mert nem tudod, hogy mikor jön olyan pillanatkép a reklámban, ajánlóban, mikor jön egy olyan filmrészlet, amit nem akartál látni, sohasem. És természetesen nem akarod, hogy a gyerekeid se lássák. És ez, ez örömet okozott. Ez nem az volt, hogy ú, mert Isten elvárja tőlem, ezért mm, na jó, na jó... El... Most kapcsolom el jól van. Nem. Boldog ember, akinek az Úr törvényében gyönyörűsége van. Volt egy ilyen időszak, ezt már is mondom hozzá, hogy én így tudom megfogalmazni, hogy szenvedélyesen éltem meg a Szentséget az Úrral. A bensőséges szeretet kapcsolat részeként. De az is igaz, hogy aztán nem volt ez mindig így. Mivel szenvedélyesen szerettem az urat, ezért mindent hajlandó voltam megtenni érte, mindent elfogadni, amiről úgy látom, hogy tőle van, ami közelebb visz hozzá, ami még szentebbé tesz engem, amiről tudtam, úgy tudtam, úgy gondoltam, hogy Isten akarata. De később derültek ki bizonyos dolgok, hogy én, csak én gondoltam, hogy bizonyos dolgok Isten akarata, pedig csak emberek állították be úgy. És eljött az az idő, amikor azt vettem észre, hogy egyre kevésbé tudom élvezni a változást, hogy az Úrért változok, megtisztulok, az odafigyelést, a szentségnek nevezett életformát, az önfegyelmet. Egyre kevésbé tudtam élvezni, és a szenvedélyes szeretet öröm helye, öröme helyett már szabályok és korlátok között vergődtem az embereknek való megfelelés csapdájában. És hát évek teltek el, mire valahogy Isten kegyelméből rájöttem, hogy, hogy ebbe a csapdába estem az emberektől való félelem csapdájában. Megpróbáltam külön válogatni magamban, hogy mi van az úrtól, mi nem, de, de egyre többször falnak ütköztem, és nem értettem a különbséget. Nagyon sok elvárás ivódott belém, és nagy dolgokban és apró mozzanatokban egyaránt képtelen voltam tisztán megkülönböztetni a jót a rossztól. És ekkor kezdtem el gyanakodni, hogy valami nagyon rossz, az életemben, és a sztori elmesélése nélkül csak annyi, hogy egyszer az úr megnyitotta a szememet a példabeszédek könyvéből. Azt mondja, hogy az emberektől való félelem törtvet, ez a Károli fordítás csapdát állít, ugye? De aki az úrban bízik, kiemeltetik. Vagy egy másik fordításban. Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az örökké valóban bízik, megmenekül. Szóval Eljött az a pillanat, amikor rájöttem, hogy de hiszen egy csapdába vagyok, és azért mert embereknek kezdtem megfelelni. Amiket emberek mondtak elvárásokat, hogy ezek Isten elvárásai, ezeket kezdtem magamra venni, és elkezdett egyre rosszabb gyümölcse lenni. Szóval tudom, hogy a szentségről beszélünk, de éppen ezért muszáj körülírni, hogy mi nem az. Hogy tényleg az igazit éljük meg. Tisztán. Természetesen ezek alatt, a fájdalmas időszakok alatt is én igyekeztem szentségben élni. Ahogy a korábbi időszakban is, amikor még élveztem, meg ilyenkor is, amikor már nem élveztem. Az első időszakban még azok a dorgálások is az örömömre voltak, amik arra mutattak rá, hogy változásra van szükségem. A későbbi időszakban pedig már ezek se tudtak örömet okozni nekem. Úgyhogy ebben a második időszakban ez már nem tudott így működni, egy kényszer volt a szentségre törekvés az életemben. Mindig azon gondolkodtam, hogy Isten vajon hogy fog viszonyulni hozzám, hogyha még egy hibát elkövetek, vajon hogy fog viszonyulni hozzám. Ismertem a Bibliát, ennek ellenére nem volt evidens számomra, hogy természetesen tényleg csak szeretni fog. Úgyhogy, és persze riktig elkövettem azokat a hibákat így érdekes módon. Ugye amikor, amikor erre fókuszál az ember, sokkal hajlamosabb rá. Szóval érdekes egyébként az akkori gyülekezetben, ahová annak idején régen tartoztam, de teljesen mindegy, hogy milyen, milyen jellegű, meg hol, meg ilyesmi, sokszor volt szó a törvényességről, mint egy hibás dologról, ugye? A törvénykező szemléletnek a hibáiról, mondjuk az időmótával egyre kevesebb szer volt szó róla, és, és ennek ellenére nem neveztük így ezeket a problémákat, amiket én is, meg mások is így megéltek, valahogy nem, tehát ez, ez, nem, nem jelentette azt, hogy itt törvénykező szemlélet van. Én úgy nevezem ezt, hogy vakság volt akkor már. Tehát szó, a szófordulat szintjén ismertük, gyakorlatilag ebben éltünk egyre sokan, egyre többen, most És szintén nem mondok el sztorit, az a lényeg, hogy egy idő után Hosszú vergődés és nehézség és próbálkozások és helyreállítási próbálkozások után elkerültem abból a környezetből a saját döntésem alapján. És utána összeálltunk olyan emberekkel, akik szintén később eljöttek onnan, és azt gondoltuk, hogy így majd jó lesz, és az volt az érdekes, mert hogy mi, mi nem akarjuk azt a rosszat, ami a régi helyen volt, mi vagyunk, akik nem akarjuk azt a rosszat, azt a rosszat, tudod, hogy a fókuszba. És ugyanazokat a hibákat kezdtük el elkövetni, csak pepitába. Hát ugye, mert amire fókuszálsz. Úgyhogy elkezdtem a barlangomban élni, az ilyen illés a barlangban időszak, Igaz, hogy próbáltam néha valamelyik közösséghez tartozni, nem mindig volt jó döntés, de akkoriban kezdett el ilyen friss meglátásokat adni az Úr, például, hogy Isten még Káint is szerette, de még hozzá tevőlegesen, törekvően, tudjátok. Nem, azos, nem tudott azonosulni a bűneivel, de mindent megtető érte, türelmesen, a legnagyobb irgalommal, pásztori törődéssel, atyai szívvel viszonyult hozzá, hogyha Belegondolunk ebbe a történetbe. A bűnének megvoltak a jogos és szükséges következményei, de Istennek a bámulatos szeretete, az ő szíve mégiscsak kivilágít ott a Biblia lapjairól, és ez a kettő nem áll szemben egymással. Úgyhogy ez engem nagyon felszabadított annak idején, és ezt elkezdtem hinni, és, 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 és még tanítani is. Nem egy irányzatot akartam képviselni ezzel, csak az addigi kincseim közébe került egy új. És aztán elteltek évek, itt mindig ilyen éveket ugrunk, jó, ilyen időugrás van. Elteltek évek, és akkor meglátogatott bennünket egy házaspár abból a nagyon régi gyülekezetből, ahol törvényes hasonló légkör volt, és hát elmondták, hogy ők már szintén kijöttek onnan azóta, és a történetük az volt, hogy a férj kint dolgozott külföldön húzamosabb ideig, úgyhogy magányos napjaiban a Bibliát tanulmányozta természetesen, és az úr elkezdett kijelentéseket adni neki a Róma levélből az Istennek a kegyelméről, ami elkezdte felszabadítani őt a törvénynek az erejáról. Úgyhogy ő sem hallgatott, most nem sorolok neveket, jó? Se XY, se semmit, érted? É, szóval én hiszek abban, úgyhogy, hogyha egy-egy ilyen zárójel erejéig kitérek rá, akkor bocs. Tehát én hiszek abban, hogy Isten eredeti szándéka szerint, Isten eredeti szándéka szerint a kegyelemre való fókuszálás az az ő szívéből született azért, hogy felszabadítsa a rabláncok alól, a félelmek alól, a hazugságok alól, a törvénykezésnek, a, a, a tehetetlensége alól az embereket. És akkor a zárójelbe ebbe zár, és most nem szeretném tovább bontani ezt a történetet, mert most nem az a dolgom. Úgyhogy... Halleluja, tényleg nem is szeretnék erről bővebben beszélni. Úgyhogy a, a, lényeg, az, a lényeg az, hogyha Isten képmásai vagyunk, akkor, akkor meg tudjuk élni a szenvedélyes szentséget. Szeretném még megemlíteni azt, hogy. Az ember a testében meglévő hajlamok miatt hajlamos kibúvókat keresni a megtisztulásnak a szüksége alól. De ezen segíteni nem a törvények, szabályok, elvárások felsorolása fog tudni, mert az még távolabbi cél teszi az ember előtt, hanem csak a kegyelem. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, mert halálnak testéből, mondja Pál. Ugye különböző biblia fordítások vannak, sőt itt engedjétek meg, hogy a csia fordításból idézem ezt. A csia fordítás az, amit a legnehezebb olvasni, viszont a legprecízebben fordítja a görög szavakat. És akkor itt a Róma 7-ből 22-es verstől olvasom, 22-től 25-ig. Gyönyörűségemet lelem ugyanis az Isten törvényében, a belső embernek megfelelően de tagjaimban, testrészeimben, egy másik törvényt látok, mely hadban áll értelmem törvényével, és fogolját tesz annak a véteknek törvényébe zárva, mely tagjaimban van. Én nyomorult ember. Ki fog kiragadni e halálos testből? És akkor figyelj, hogy a görög szöveg mit mond. Azt mondja, az Istentől felkínált kegyelem, ami urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül. Tehát nem azt mondja, hogy nem érdekel már a törvény, az csak ó, szövetség volt. Nem azt mondja, azt mondja, hogy gyönyörködöm egyébként benne. Csak éppen az, ha én fizikailag, testileg, emberileg, a saját erőmből teljesíteni akarom ezt, akkor látom, hogy akadályba ütközök, akadályba ütközök. Szóval ebből valaki felszabadítaná engem? Igen, a kegyelem. Tehát Istennek a törvénye, amely nem mózesi rendszabályok betartása apránként, hanem az Istennek az örökkévaló törvénye, és a Jézus Krisztusban megjelent kegyelme, ezek egyáltalán nem állnak szemben egymással, ezek szeretik egymást. Ez jó. És éppen ezért, mondtam, hogy az előbb bezártam az zárójelet, de tényleg csak egy ilyen fél mondatot hozzá, éppen ezért nem kell félni attól a kegyelem üzenettől, amely a Bibliában teljes mértékben elénk tárul nem kell úgy szórogatni, hogy hát igen, a kegyelem, igen, az egy ilyen jogi fogalom, hagyjuk békén, jó, persze, persze, persze. Van, ahol ezt így gondolják. A kegyelem az, ami teljesen elég nekünk. Azt nem lehet egy picit sem félretolni 100% helyett, még 99%-ban sem fogod tudni úgy kezelni, hogy ne lennének rossz következményei. Elég neked az ő kegyelme és az ő kegyelme az, amely felszabadít téged a testedben levő akadályok alól. És pont azért fontos, hogy felszabadítson téged Istennek a teljes kegyelme, hogy szabadon tud csinálni azt, amit belülről olyan szívesen csinálnál. Gyönyörködsz az Úr törvényében, és éjjel-nappal gyönyörködsz benne. És amikor felszabadulsz ez alól, akkor visszajön ez. Nem az, hogy kötelezően kinyitod a Bibliát állandóan, hanem az, Úr törvényében gyönyörködni éjjel és nappal az, hogy, hogy mindenről az jut eszedbe, hogy, hogy igen, Uram, a Te igédben tényleg ez van. De jó, ezt szeretem, ezt tetszik. Nem azért, mert hú, itt ezt elvárja tőlem Isten, hanem gyönyörködsz benne, olyan, mint egy forrás, mint a, és akkor folytatja az első Zsoltár, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tehát érted, hogy állandóan szívod magadba, mert tudod, hogy éltet, nem azért, mert egy megugornivaló elvárás, hanem mert szívódik beléd, és éltet, és éltet, és tanít téged, és egyre gazdagabbá tesz, és a saját szenvedélyeddé válik. Éjjel és nappal. És nem tudod meghatározni a hívő élet szabályai között, hogy reggel 30 percet kéne olvasni, hát még este is azért bele kéne lapozni, ah, nagyon fáradt vagyok, nem baj, majd holnap reggel korábban fölkelek, szóval nem ez nem működik. De hogyha fölszabadulsz ezek alól az elvárások alól, akkor tud működni benned az Isten képmás. Az az elrejtett, az az eredeti, az originál. Szóval érted, nem, nem magadat kell Isten kép formálni. Elváltozol az értelmed megújításával, de csak úgy, hogy gyönyörködsz benne, és szemléled az ő dicsőségét, tehát már eleve a forrás nem te vagy, a forrás az ő dicsősége, az, amit az evangélium igazságában meglátsz, még az ő kegyelme által meglátsz, az ő teljes kegyelmében gyönyörködve meglátsz, ezt szemléled, és átváltozol dicsőségről dicsőségre, és nem arról fog szólni neked, hogy megugorjam, megugorjam, hanem azt, hogy természetesen úszok vele. Úszok a Szent Szellemmel. Ugye, Atya fiú, Szent Szellem, Istennek a képmására lettünk teremtve, de nem csak ilyen távoli fénymásolatként. Egyébként tényleg a fénymásolat az, az jó, mert a fény, Isten a világosság. Ez tetszik most, tetszik ez az ötlet. Tényleg egy fénymásolat vagy, jó? Egy világosság másolat vagy. És vannak benned sajnos néhol sötét foltok, sötét területek. Ahogy Zsolt mondta, tényleg nagyon Annyira Istentől való aktuális dolognak érzem. Ne szégyeld! Teljesen mindegy, hogy nagy foltokat, nagy területeket fedez el fel magadba, ahol valami sötétség át akarja, az eredeti fényképmást. Fényképmás. Öcsém, micsoda szófordulatok jönnek itt. Vagy csak pici pöttyök, szeplők, sömörgőzések. Hát Jézus a mennyesztő, ezektől is meg akarja tisztítani és nem parancsolgatni akar, hogy most már szeres, most már szeres, most már szeres, hanem az a, az a, régi parancsolat, hogy szeressed azért az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lekedből, az előrevetíti annak a módját, hogy hogyan van lehetőség arra, hogy ez működjön. De szerelmet kikövetelni, megparancsolni nem lehet, de ez szerelem, Bocs, ez a nagy, legnagyobb parancsolat, amit a farizeusok, az írástudók kérdeztek Jézustól, hogy mi a törvényben a legnagyobb parancsolat? Ugye minek kell a legjobban megfelelnünk, milyen elvárásnak? És nem értették az egészet, egy sötétség, egy napszemüveg volt előttük. Jézus elmondta nekik, mert ők csak annyit tudtak meghallani, csak az volt a hozzájuk illendő eledel, ehhez voltak hozzá kondicionálva. Parancs! teljesítés, parancs, nem, nem, teljesítés, Isten ítélete. Hát kb. ennyi között mozogtak. Félelem, az Isten meg a szeretet mm. és alkalmassá tesz téged az ő szerelmével, az ő túláradó kegyelmével, amiben légy gyönyörködjél, jót teszel magadnak. Alkalmassá tesz ő téged arra, hogy egyre jobban, egyre jobban meglátszódjon, hogy mennyire hasonlatos vagy ő hozzá. Tényleg van szükség változásra, tényleg van szükség, úgy is fokozatos ez az egész. De nem te passzírozod ki magadból, hanem Isten munkája benned, passzírozza benned a szívedet, amikor megszülettél, nem te indítottad be. Túl kicsi voltál hozzá, meg amúgy is. Amikor újjá születtél, a belső, a szellemi szívedet nem te indítottad be és ez a szív, ez pumpál, és pumpál, és pumpál. Csak őriz meg, mert abból indul ki minden élet. És indul a kegyelem, és indul az élet, és indul az alkalmasság, és indul a szentség, amelyben gyönyörködni tudsz az ő igéi, az ő törvényei, az ő világossága, az ő világossága, és az igazak világossága, mint a hajnal fénye. Egyre följebb emelkedik egészen a teljes délig. Ne félj, ő végigvezett téged ezen az úton. Azért is mondtam mindezt, hogy engedj el minden olyan dolgot, amiről érzed, hogy igazából csak visszatart, mert csak egy kényszer keretek között, korlátok között tart téged. Azt hiszed, hogy pont azzal akarsz megfelelni, legjobban megfelelni Istennek, közben pedig Isten föl akar szabadítani ezek alól, hogy elvárásaidon felül elképzéseli... mi, mi ez itt ma, Zsolt itt elképzeléseiden felül, elképzeléseidet felülmúlva, tudj annyira azonosulni Istennel, hogy már csak ne is ilyen mércékben, meg százalékos mértékben mért, hogy na elég szent vagyok már, hanem egyszerűen ő én bennem, én ő benne. Hát az énekek énekében ezt valahogy nagyon érezte Salamon. Szóval érted? Amikor nem mércéről szól, hanem a szerelemről szól. És igen, ha, kérdés, ha az a kérdés, hogy a szentség fontos-e, el se tudom mondani, mennyire fontos, mert Istenről kérdezel. Isten fontos? Száz százalékig? A szentség fontos száz százalékig. És egyre fontosabb lesz, egyre nagyobb igény lesz rá, egyre nagyobb szükség lesz rá. De mi az embereknél lehetetlen, az a szenvedélyes szerelemből, a szenvedélyes szentséggel teljesen lehetséges. Higgyétek el, menni fog, mert már újjá születtetek. Él bennetek a Krisztus. Amen. Isten áldjon benneteket. Thank you.